április 11-én a Nagyváradi Művészeti Líceum szimfonikus zenekara ünnepélyes keretek között felvette Néhai Halczy József, a Rákóczi Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke nevét. Mától Halczy József zenekar lesz a zenekar neve. Szerintem ez nagyon nagy megtiszteltetés. És úgy érzem, hogy ez is különlegessé tesz minket, és még egy kicsit magyarabbá. Mindig zenét hallgathatott, és jöttek hozzánk a fiatalok, rákóczisok is jöttek, a majoriak is jöttek. Szerettük volna Halczy József elnök úr emlékének tiszteletet állítva programmaratonnal megünnepelni mindazt, amit számunkra jelent a Rákóczi Szövetség. Délután a Rákóczi Szövetség helyi képviselői Bihar településen felavatták második Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelemmel szobrát. Az itteni közösségnek az összefogásával felállíthattuk Túri Török Tibornak a szobrát. Ahogy a múltjába kapaszkodik ez a közösség, úgy tudja a jövőjét is megalapozni és megerősíteni. Ez a múlt, ami jövőnket is szolgálni fogja, hiszen a történelemből mindig tanulunk valamit. Nagyon motiváló ember volt, és motiváló hatása volt a magyarokra, amit a történelmünk is megmutat. Szerette azt, hogy magyar, és büszke volt rá. Reménykedem benne, hogy én is ilyen ambiciózus leszek majd a jövőben. Rákóczi fejedelem Bihar megyének is épp annyira fontos, mint az ország bármely pontjának. Rákóczi Szövetség adománya nem véletlenül került ide, mert véletlenek nincsenek. Bihar megyében nagyon sok iskolában és közösségben van szervezet. Én azt gondolom, hogy a leginkább nekik egy óriási ünnep az, ami a mai nap történt, és hiszem azt, hogy megerősített őket abban, hogy jó helyre tartoznak. Ez a szobor hosszú ideig tudja majd szolgálni, és jelezni a magyarság élni akarását Rákóczi nevében. Attól még, mert Romániában vagyunk, magyarok vagyunk, és büszkén vagyunk magyarok. És a Rákóczinak a keretein belül büszkén is lehetünk magyarok.